Sziasztok! Nézzétek csak meg ezeket a magyar kifejezéseket! Mit tennétek, ha németül kellene ezt elmondani helyesen, de már bizony nem emlékeztek a szabályra? Több variáció van, leveszitek a könyves polcról a német nyelvtan könyveteket, és valahol a dzsungelben levadásszátok egyenként a szabályokat. Vagy netalántán, ha sokáig jártál nyelvórákra, akkor előveszed valamelyik kurzuskönyvet, végiglapozod őket, és megkeresgéled bennük. Vagy ugyanezt megteszed a német nyelvtan füzeteiddel? Hát elárulom nektek, hogy mi nem így csináljuk. Mi ezt az egyetlen egyet használjuk, a német nyelvtan térképet. Ezt a német nyelvtan térképet én szerkesztettem, és fejlesztettem ki. Vejc Teréz vagyok. Mit tartalmaz a német nyelvtan térkép? Pontosan annyit, amennyire neked szükséged van az életben, középfokú nyelvvizsgáig, de akár a felsőfokú nyelvvizsgáig is, hogyha kiegészítéseket teszel hozzá. Nézzük meg a tartalomjegyzéket. Láthatod, hogy benne van az ígéről a tudnivaló, a főnévről, a melléknévről, a névmásról, számnévről, feltételes módot is bemutatom, a passzívot, a drága kis cuplusz infinitív szerkesztéseket, mondatszerkesztéseket, és a végére hagytam egy olyat, ami fontos, de egyik témakörben sem konkrétan illik bele. Nézzük végig oldalanként, mit tartalmaz. Itt láthatod a főnév ragozást, a főnévről a tudnivalókat, aztán jönnek a prepozíciók, az ige, mit kell tudni a módbeli segédigékről és használatáról, hogyan kell őket különböző igeidőben megcsinálni, az összes névmás egy helyen, egy oldalon, a melléknévragozás, minden fontos részlete, még egyszer a melléknév, ami abban a témakörben már nem félt bele, hogyan csinálsz feltételes módot, jelen időben, múlt időben, hogyan kell mondatokat alkotnod, és itt látod, hogy megoldási menet is van rá, ami pont úgy működik, mint a matematikában, amikor megoldási menetet tanultatok. Aztán a passzív, de itt is láthatsz megoldási menetet, hogyha elakadnál a magyar szerkezettel. Cuplusz infinitív, látod, ez is minden egy helyen van. A számnévről a tudnivalók, a mondatok és a mondatszerkesztés, mindegyiknek a helye a mondatban. Az, ami eddig kimaradt, az tartalmazza, ami ezekbe a témakörökbe nem fért bele, a végén pedig jegyzeteknek is hagytam helyet. Egyébként a papír minőség az olyan, hogy ha neked plusz információd van, amit nem tartalmaz a német nyelvtan térkép, akkor tudsz bele jegyzetelni. Mi például a diákjaimmal a példamondatokat köré szoktuk írni. Nézzük meg konkrétan, hogy használjuk. Az első szerkezet az asztal köré. Köré. Ezt tudom, hogy ez egy prepozíció, de nem tudom, hogy mit jelent, és nem tudom, hogy milyen esetbe kell tenni a főnevet. Tehát fölkeresem a német nyelvtan térképben a prepozíció témakört. Igen, meg is találtam. És elkezdek keresgélni. Aha, ott van. Kor körül, és akkuzatívot vonz. Vagyis akkor az asztalt akkuzatívba kell tennem.
den tisch. A barátom helyett. A helyett az is egy prepozíció, tehát ugyanitt fogom keresgélni. Hol találom meg azt, hogy helyett? A genitíves prepozíció között itt van a stát. Vagyis a barátomat nekem genitívbe kell tennem. Stát minus Freundes. El tudsz jönni. Milyen nyelvtani témakör ez? Tudsz. Ez egy módbeli segédige. Tehát föllapozom a módbeli segédigét. Meg is találtam. Megkeresem, hogy a tudni az mit jelent. Meg is találtam. Tud. Können. Igen ám, de mi van, hogyha nem tudom, hogy kell ragozni? Megnézem, hogy a tudsz, az ugye jelen időben van, megkeresem a jelen időt. Mit találok róla, hogy egyes szám első, második és harmadik szemében tőhangváltás van, és egyes szám harmadik szemében és első szemében nem kap elragot. Na most, mit kell itt nekem ebből használni? Mivel akit csinálja, az du, azaz te, akkor a tőhangváltás szabálya fog rá vonatkozni. Hogy hangzik? Du kannst. Igen ám, de hogyan kell nekem akkor ezt összetennem? Ez már majdnem olyan, mint egy mondat, hogy szerepel a módbeli segédigés mondat felépítése. Első helyre kerül az alany, tehát az alany az a du. Utána kell tennem a módbeli segédigét, du kannst. Itt most ebben az esetben nincs többi mondatrész, hanem az ige, én alakja van a végén, akkor az a kommen. Meg is van. Du kannst kommen. Ismerünk titeket. 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 Ez micsoda? Hát ez személyes névmás. De nem tudom a személyes névmást ragozni, tehát megkeresem a névmásokat. Méghozzá személyes névmásokat lekövetem. Megvagyok. Személyes névmás. Titeket. Itt van a személyes névmás táblázata. Engemet, ugye itt a T, akkor a titeket ebben az oszlopban lesz. Mich dich in sie es, uns euch. Megvan, tehát a titeket németül euch. Wir kennen euch. A piros kabátot. Ez milyen nyelvtani témakör? Hát, ez a melléknévragozás. Nézzük csak. Melléknévragozás, melléknév, melléknév. Meg is van. Melléknévragozás. Itt vagyunk. Na most, meg kellene néznem, hogy melyik táblázatba kell betennem ezt a szerkezetet. A piros kabátot. Tehát előtte áll egy határozott névelő, azaz a gyenge táblázat az, amiben a határozott névelő szerepel. A piros kabátot tudom, hogy a kabát az hímnemű, tárgyesetben vagyok, mert kabátot összerakom, dén, Roten Mantel. Már írhatom is. Den Roten Mantel. Szívesen sütnék. Sütnék. A nanenáni az feltételes mód.
Tehát meg kell keresnem a feltételes módot. Meg is vagyok. Na ne náné, feltételes mód, na ne náné, az jelen idő. Hogy csinálom meg a feltételes mód jelen időt? Würde plusz az igének az ilyen alakja. Tehát, ich würde gern backen. És kész is vagyunk. Nem kellett keresgélni. Mindent egy helyen találtunk meg. Csak le kellett követni a térkép útvonalát, és megvan a megoldás. Jó munkát kívánok!